Mire készülnek a fiatalok? Hát most aktuálisan a szabadon választott gyakorlatnak a koreográfiáját próbáljuk megvalósítani, mert a rövid program az elkészült, és az futóképes is. Volt egy rövid párnapos edzőtáborunk egy francia edző részvételével, Olivier Schönfelder, ő világbajnok volt, és van egy kötelező tánc, ami ebben az évben a rövid program a beépítésre került, és hát ő táncolta fel az ISU DVD-re, mint oktató DVD, úgyhogy ő biztos, hogy nagyon profi módon minden apró részletét ismerte ennek a táncnak, úgyhogy ő volt nálunk a múlt hétvégén egy ilyen intenzív, hosszú hétvégén, és hát nagyon sokat javult a dolog, és nagyon tetszett neki a rövid program. Hát most az a helyzet állt fenn, hogy már csak egy hétig van nyitva ez a pálya, és ebben az egy hétben próbáljuk legalábbis vázlataiban a szabadon választott gyakorlatot, a kürt, ugye megkoreografálni, hát elemek, meg elképzelések voltak. Elég sokáig vívottunk a zenével, elképzelésünk volt róla, de a magyar vonatkozású zenét szerettünk volna, abban reménykedve, hogy az Európa-bajnokságon részt tudnak venni. És hát a Csádás királynő merült fel, mint zene, nem korcsolyáztak még magyarok sem rá, tehát sok mindenre, Monti Csárdásra, Brahms magyar táncokra igen. Most gondoltuk, hogy ez egy kicsit más lesz, könnyedebb, ismert, olyannyira ismert, hogy én már szerintem, már ha álmomból felébresztenek is, le tudom dudolni az egész Csárdás királynőt. Sikerült megszereznünk a zenei alapot, és nem az énekes verzióra korcsáznak. Hát szerencsére Kálmán Imre annyira a melódikus zenét komponált, hogy maga a zeneanyag is ugyanazt hozza, mint amit az énekes változat. Nyilván az énekesek ugye még rá tesznek, de így is nagyon-nagyon szép a zene. Inkább a probléma a zene vágásával volt, mert oly sok jó szám van benne, hogy a választás volt nagyon nehéz, ugye eljutni odáig, hogy mindenkinek tetszen az, amit kiválasztunk, és hát annak a megvágása. Tehát itt nagyon sok lépcsőn megy át egy ilyen program előkészítése, mert ugye be vagyunk sűrítve 4 percbe, és ebben a 4 percben olyan zenét kell találnunk, ami változatos. Na most úgy tűnik, hogy megszületett maga a zene, és hát így akkor el tudtuk kezdeni felépíteni, hát ez a hét lenne rá. A nehézség az abban, a koreográfia nem tud még gyorsabban készülni, hogy mind a két versenyzőm most fejezte be az egyetemet, és mindketten szakmai gyakorlaton vannak, úgyhogy hát az esti órákban, az éjszakában korcsolyázunk, úgyhogy a napi 8 óra munka után, ugye meg még az egyéb erősítő edzések után este 9-től 11-ig, hát nem a legfittebb sem a testük, sem a fejük, úgyhogy hát jobb lett volna, hogyha mondjuk ez a pálya bezárás, ez most itt júniusban lett volna, hogy a régen így is volt, és akkor július első hetétől el tudtunk volna kezdeni építkezni. Hát most meg kell alkudnunk ezzel a helyzettel, hogy még a héten gorcsolyázunk, és akkor 2 hét szünet van. Kell nekik, mert a fejük elfáradt, tehát itt azért nagyon sok lépést kell megtanulni, pozíciót, pályarajzot, zenével összhangolt, tehát nagyon-nagyon nehéz. Aztán ugye szépen lassan kitisztul a kép, és akkor egyre könnyebb, és egyre tisztább az, amit korcsolyáznak. Most éppen a kürnek a koreográfiáját készítjük el, hiszen a rövidet befejeztük, a múlt héten pedig itt volt egy francia edző, aki a rövid programnak a kötelező tánc jellegét tanított, illetve javította ki, most pedig gőzerővel a kürre koncentrálunk. Szép időszak előtt álltok, hogyan telik a nyaratok? Ez egy eléggé dolgos nyár, eddig nem volt sok pihenünk, most lesz majd egy rövidebb időszak, amikor kipihenhetjük az egész éves fáradalmakat, de utána folytatjuk az edzést. És lesz egy megmérettetési lehetőség és egy teszt lehetőség is. Beszélnétek nekem erről? Ez Franciaországban lesz.
Erre nagyon szeretnénk elmenni, mert egy nagyon jó visszajelzés lenne még a versenyek előtt a pontozóktól, hogy a programunk milyen nehézségű, mind kéne még javítani ahhoz, hogy még több pontot kaphassunk, illetve mire kéne még inkább odafigyelni. Különleges koreográfiával is készültök. Igen, ez ugye a Csárdás királynőre készülő koreográfia, amivel megpróbálunk mindent beletenni szívvel, lélekkel. Ez nagyon egyedi, ilyen még nem volt soha. Hát nem, ezt azért választottunk, hogy a Budapesten lesz az Európa-bajnokság, és mindenféleképpen egy olyan zenét szerettünk volna, ami kötődik a magyarokhoz, és hát ennél jobban szerintem nem is választhattunk volna, úgyhogy mind a koreográfiában, mind a külruhában teljesen meg szeretnénk ennek felelni.